az a megtiszteltetésért, hogy itt Pécsen, illetve bő egy óra múlva Kaposváron a gyermekbarát meghallgató szoba átadásával rögzíthetjük azt a tényt, hogy a belügyminiszter úrral bő másfél évvel ezelőtt elhatározott akciónk, miszerint az ország minden megyében legalább egy gyermekbarát meghallgató szoba jöjjön létre, illetve itt rendőrfőkapitányságokon alakítsanak ilyen gyermekbarát meghallgató szobát, megvalósult. December 31-e lett volna a végső határidő, valójában már sokkal hamarabb elkészült Pécs is, Kaposvár is, tehát nem az itteni rendőrfőkapitányságokon múlott, hogy csak most történik az átadás ennek a gyermekbarát meghallgató szobáknak, hanem igazából csak időpont egyeztetési problémáink voltak. Amit azért tartok fontosnak hangsúlyozni, mert ezúton is szeretnék köszönetet mondani a rendőrségnek abban az azért az együttműködésért, amelyet az elmúlt bő másfél év folyamán tanúsított, és amely lehetővé tette, hogy létrejön a gyermekbarát meghallgató szobák hálózata. Amikor mi ezt 2012 elején elhatároztuk belügyminiszter úrral, akkor az elsőleges célkitűzésünk a gyermekbarát igazságszolgáltatás témakörbe illeszkedően, és azon belül az volt, hogy hozzunk létre egy olyan intézményrendszert, amely az ország minden polgára, minden gyermeke és minden szakembere számára elérhető, és amely lehetővé teszi azt, hogy a bűncselekmények áldozatává vált gyermekek, vagy éppen még sajnálatosabb módon bűncselekményt elkövető gyermekek olyan környezetben számolhassanak be az őket ért traumáról, vagy az általuk elkövetett bűncselekményről, amely egyrészt a későbbiekben könnyebbé teszi a trauma feldolgozását, nagyobb esélyt ad nekünk arra, hogy a jövőben már felnőttként, mint törvénytisztelő, egészséges életű és egészséges lelkű emberként folytassa a pályáját. Másrészt pedig a meghallgatás környezete a barátságosság révén tegye lehetővé azt, hogy minél több információt eláruljon az őt ért traumáról, vagy az általa elkövetett bűncselekményről. Tudtuk, hogy mi ezt az igazságszolgáltatás részéről önerőből megoldani nem tudjuk. Ezért is fordultunk belügyminiszter úrhoz, aki korábban is már egyébként támogatója volt a gyermekbarát intézmények létrejöttének, és az első szóra mellénk állt, és a rendőrség segítségével így meg tudtuk valósítani a gyermekbarát meghallgató szobák hálózatának kiépítését. Sokan szkeptikusak voltak a kezdet kezdetén, úgy gondolták, hogy egy luxus beruházásról van szó, egy olyan beruházásról, amelyet vagy nem fogunk használni, vagy igazából nincsen értelme használni, hiszen nem kell különösebb gesztust gyakorolni a gyermekek irányába. Itt engedjék meg, hogy felidézzek két olyan statisztikai adatot, amely talán önmagában indokoltá teszi azt, hogy miért kell a gyermekekre külön odafigyelnünk. Egyrészt a gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekményeknek van egy sajátossága, amely nem csak a gyermekek, mint magánszemélyek számára jelent traumát, de általában a társadalmi bizalom csorbítását is jelenti. A gyermekekkel szemben elkövetett bűncselekményeknél az elkövető az esetek 80%-ában vagy a családból kerül ki, vagy valaki olyan a szoros, a család vagy a gyermek szoros baráti köréhez tartozó személy, akivel szemben a gyermek feltétlen bizalommal viseltetik. Megbízik benne, nem tételezi fel róla, hogy vele szemben bűncselekményt fog elkövetni, ezért úgymond közel engedi magához, lélekben is, adott esetben, hogyha a bűncselekmény jön, akkor testben is. Ez nem csak a bizalom megingását jelenti a gyermekben, de az a gyermek, aki egy ilyen traumát átél, a későbbiekben minden közösséggel szemben, minden bizalmi viszonnyal szemben egy súlyosan károsodott magatartást tanúsíthat. Másrészt azt is tudjuk, a statisztikai adatok meglehetősen egyértelműek ebben a tekintetben, hogy önmagában gyermekkorban bűncselekmény áldozatává válni sajnos hajlamosít a későbbi bűnelkövetésre. Azok a gyermekek, akik bűncselekmény áldozataivá váltak gyermekkorukban, 33%-kal nagyobb eséllyel válnak bűnelkövetővé felnőttként. Minden szempontból azt mondhatjuk tehát, hogy indokolt külön odafigyelni a gyermekekre, és hogy ez luxusberuházás lenne vagy nem, azt meggyőződhetnek majd önök is a saját szemükkel. Ezek a gyermekbarát meghallgató szobák általában a rendőrség
illetve a rendőrséget segítő önkormányzatok összefogásából minimális költségvetéssel jöttek létre, mind a berendezési tárgyak, sok esetben a dekoráció és a játékok is a legtöbb esetben vagy a rendőrök által adományozott, vagy az önkormányzatok által adományozott ajándékokból, bútorokból, illetve dekorációs eszközökből jött létre. És még egy adatot engedjenek meg, hiszen most friss adatként áll rendelkezésünkre az első mérés a gyermekbarát meghallgató szobák kihasználtságáról. Egyelőre még csak az év első negyedévéről van szó. Azt mondhatjuk, hogy az első három hónapban, tehát 2013. január, február, márciusában egy sokkal szűkebb körben, hiszen akkor még nem országos hálózata volt a gyermekbarát meghallgató szobáknak, a statisztikai adatok szerint közel 130 esetben használták a gyermekbarát meghallgató szobákat, ahol már létrejöttek. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy minden napra jutott egy olyan esemény, egy olyan meghallgatás, amikor az ország valamely pontján gyermekbarát meghallgató szobát kellett igénybe venni. Azóta az év folyamán teljessé vált a gyermekbarát meghallgató szobák hálózata. Valószínűleg, és mivel a képviselő úr rátüsszentett, ezért ez igaz is lehet ez a prognózis, hogy dinamikusan fog nőni a kihasználtságuk ezeknek a gyermekbarát meghallgató szobáknak, amely egyrészt természetesen egy szomorú adat, hiszen azt mutatja, hogy a gyermekeink egyre kevésbé védettek, egyre kevésbé mentesek a bűncselekményektől. Másrészt pedig talán vigasztaló adat, hogy a gyermekbarát meghallgató szoba hálózat kialakulásával emberségesebb, szenzitívebb, érzékenyebb elbánásban van részük. Mától itt Pécsen is. Köszönöm szépen a figyelmüket.